Sziasztok, sziasztok! Sziasztok mindenkinek! Sziasztok! Most értünk haza, reggel óta. Na, az finom. Én meg kérlek szépen, most egy olyan kaját csinálok, az egyik nézőnk küldte át, hogy csináljuk meg, csináljon meg, mert a Timi az most filmezik, meg közben eszik, úgyhogy ma én főzök. Az a lényeg, hogy ilyen tepsis krumpli lesz, és ugye úgy lesz megcsinálva, hogy megsámozom a krumplit, besózom be a tepsibe, kicsit berakom, kicsit megsütöm, rá szalonna, ugye a kolozsvári szalonna, az angol szalonna, meg a házi kolbász, utána megy rá az, és egészbe ráütök tojás majd a végén, és megy megint vissza a sütőbe, de majd mutatok mindent, és meg kell nézni, mennyi tojás van. Ó, van 6 darab, nagyon jó. Na, úgyhogy én akkor el is kezdem a krumplit vágni. Sziasztok! Köszönjük szépen, jól vagyunk, most jöttünk az autószerelőtől. Ugye ki lett egy jó pár dolog cseréve az autón, ugye szűrő, gyertyák, ugye a gömbfej, ugye magában a gömbfejt ugye nem lehetett megrendelni, csak egybe az egészet, úgyhogy az is új benne, a hátsó féklámpákat lett kicseréve egyelőre így a szerelőné, és onnét meg elmentünk az Oceanhoz, a Gumiflexhez, ott megcsináltattunk egy futóműbeállítást, és ez kb. Fél óra volt még plusz, és most értünk haza. Minden használt autón kell valamit csinálni. Csak milyen fokozatosan csináljuk, ugye most lett lesötétítve az ablak, bla 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 bla. Na, ilyen stb. Dolgok. Amúgy nincs semmi baj az autónak, csak ugye kiégett a féklámpa is, belül a műszerfalon az óra se látszott, ott is ki volt égve, a halványan mutatta az időt, meg ilyen hasonló kis apróságok amúgy, semmi több. Ugye alapból a gömbfejet azért kellett az én oldalamon lecserélni, mert húzott jobbra az autó. De most már nem húz, mert ugye ki lett cserélve, plusz ugye futóműbeállításra vittük, úgyhogy most precíz. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Ezt a... ugye most TikTokon vagyok, de közben üzenem a Facebookos nézőinknek is, hogy azért van állítva a telefon, mert ugye most egyedül vagyok, egyedül főzök, Timi filmezik, eszik közben, úgyhogy ma én főzök, és azért van állítva. Úgyhogy ebből ne is legyen harag senki fele. Ugyanúgy nézzétek a YouTube csatornát, iratkozzatok fel, írjátok be Loka Panther a YouTube-ra, és iratkozzatok fel minél többen. Mi ez? Akkor ilyen kopó alkatrész mentek ki, akkor az hagyjan. Azért mondom, ilyen kis minimális kis dolgok, hála jó Istennek, le is kopogom. Nem nagy dolog. Ilyen kisebb, ilyen lámpacsere, vagy égőcsere, meg ilyen hasonló dolgok, az valami izé. Ez valami reklám? Nem reklám, főzök épp. Na, csinálom is, mert sose végzek. Gyorsan megpucolom a krumplit. Ilyen izét vegyetek, ezt ilyen vásárokba lehet kapni. Ez nagyon jó. Ebben lehet mindent szeletelni, hámozni, mindent ez. Kérlek szépen, tepsis krumplit csinálok, csak most majd meglátjátok, hogy hogy csinálom. Na, akkor neki is állok a krumplinak. Ezt amúgy lehet így visszafele is, látjátok? Én nem akarom elvágni a kezemet. Ebben lehet mindent, répát, salátát, bármit. Ez már megvan gyerekek 5 éve, vagy 6 éve, és még mindig ilyen éles. Ezt ilyen vásárokban lehet kapni, vagy ha van valami ceremónia, rendezvény, és akkor kim vannak ilyen izék, akik árulnak ilyent. Amúgy nagyon jó.
És már mondom, ilyen 5-6 éve megvan. És olyan még, mint a penge gyerekek. Így óvatosan is vágom, mert ez egyből lekapja a bőrt, a hús, minden gyerekek. Úgyhogy már ez lesz a... Mennyiért vetted? Micsodát? Mit mennyiért vettem? Közben figyelek a kommentekre is. A hámozót. Hát ezt ilyen 5-6 éve vettük. Ilyen... 3000-4000 forint volt, de van ennél nagyobb is. Az 5000 forint. Csak annyi, hogy ehhez van egy ilyen, és akkor így belerakod, és akkor így húzod rajta, és akkor szeletel minden. Krumplit, uborkát, amit akarsz. Ebben meg ilyen csíkokra vágod, na mindjárt megmutatom ebben a felével. Ebben meg ilyen izékat, nézd meg. Ebből is lehet ilyen salátákat csinálni. Úgyhogy nagyon jó. De amúgy ezt érdemesebb megvenni, ezt, mert ez több minden van. És mondom, ebben bármit, és mondom, 4-5 vagy 6 éve van meg egy gyerekek, és egyszerűen olyan, mint a pengát. Nézzétek, nem is nyomom rá. Ah. Nem is nyomom rá. Ez úgy leviszi a kezetekre a bőrt, a húst, mint az állat. Hát nézzek, rá se nyomom. A saját súlyával csinálom. Csak óvatosan csinálom, mert egyszer már lekaptam, nem egyszer. Többször is már bőrt a... Ezért csinálok tepsis krumplit. Csak most másképp csinálom. Egy néző küldött nekem Facebookon, vagyis Messengeren egy videót, és mondta, hogy ha esetleg megcsináljuk, akkor csináljuk meg, és csináljunk róla videót. Mondta, hogy ja. Itt van. És ugye két fele van neki. Ez így néz ki. És van hozzá ilyen zöld, akkor így belerakod, és akkor lehet bármit szeletelni, olyan gyorsan gyerekek, hogy, de mindjárt megmutatom, figyeljétek, megmutatok mondjuk egy krumplin, egy pár szeletet, tudtok izét is csinálni, chipset, bármit, ezt a felét, amivel hámozom, ezt ide belerakjátok, figyeljétek. És nézzétek, bármit el tudtok vele szeletelni. Rendes chipset tudtok csinálni, nézzétek. Rendes chipset tudtok csinálni. Itt van, látjátok. Olyan, mint egy kártya. Uborkától kezdve bármit. Nézzétek meg. Látjátok. Bármit. Ezt azért ide félre rakom. És bármit le tudtok vele gyorsan szeletelni, amit akartok. Ha esetleg raktok-e savanyúságot ebbe, pikpak gyerekek, ennyi az egész. És rá se nyomom, nézzétek. Csak a saját izé. Súlyával. Ezek a krumplik, halljátok. Hát olyan gyorsan leszoktam szeletelni a izét, a zuborkát, meg minden gyerekek, hogy... Mitől fénylik ennyire a szád, mely fénylik? Mely fénylik? Én nem látom, hogy fénylik. Lehet azért, mert itt megy a világítás.
Te nyugodtan osszátok a live-ot. De látjátok? Fönn vagyunk 300-an, 400-an, 500-an. Amikor kajálok. Most meg ilyen 87-en vagyunk, gyerekek. Ez a kemény. Hogy ami érdekes, az mégse érdekes. Ami nem érdekes, az az érdekes. Amúgy nem is értem ezeket a magyar embereket. Hogy amikor kajálok, akkor néznek 400, 500, 600, 1000-en. Jönnek befelé a negatív kommentek. Most meg amikor főzök, vagy valami normális dolgot csinálok, azt meg nem nézik sokan. Hát de most nincs... Hát persze, hogy igazam van. És majd nézzétek meg, amikor megcsinálom a kaját, és jövök vissza majd a kajálós live-ba, nézzétek meg, akkor mennyien fognak nézni. Nem is értem. Erre van igény. Nem is értem. Komolyan mondom. A hülyeségre van igény. Amúgy én azt vettem észre, hogy arra van igény a hülyeségre. És ezt videóban is észrevettem, hogy amikor csinálok normális videót, annak nincsen nézettsége. Amikor meg csinálok valami hülyeséget, ami tényleg azt meg nézik több százezren. És a YouTube-on is ez van. Amikor csak sima főzés van, nézik ilyen 2-3-4-5 ezeren, amikor meg veszekedünk a Timivel, vagy van balhé van, egyből nézik 10-15-20 ezeren. Amúgy ezt se értem. Ilyen csúnya világot élünk. Szavasz Bényei, mi a helyzet? Épp főzök. Timi az valami horrorfilmet néz közben. Lassan vágom, mert ez gyerekek, ez elkapja a bőrt, ez ugyanígy leviszi, hogy itt látjátok. Hogy a krumpli héját. Hát miért mennyien néznek szerinted? Hát miért mennyien néznek? Hát nézd már meg azért a YouTube csatornánkat. Hogy ami érdekes, balhés, meg arra vevők az emberek, amikor meg tök normálisak vagyunk, akkor meg arra meg alig nézik. És ez a TikTokon is így van. Most nézzétek meg, főzögetek, itt vagyunk 85-en, 87-en, 90-en. Azt hittétek, hogy kajálok, egyből benn voltatok 200-an. De mondom, majd ha lesz ma kajálós live, akkor akkor majd úgy is látjátok, hogy mennyien fognak bejönni. Nagyon komoly. Hát azért mondom, most kevesen néznek, mert most normális dolgot csinálok. De amikor kajálok, akkor benn vannak 400-an, 500-an. Vagy 300 valamennyien, tök mindegy. De amikor csak elkezdek így pucugatni, meg főzni, meg beszélgetni, arra elmennek az emberek. Öcsém, ilyen krumplit. Ez megvan. Remélem, elég lesz a krumpli. Hát jó, most egy kicsit így egyedül lassabb. Sziasztok, sziasztok! Ez nagyon praktikus. Praktikus itt minden.
Na, szépen megmosom a krumplikat gyorsan. Meg azt hiszi, hogy idéba. Én meg azt hiszi, hogy moziba van. Házi mozi, média. Filmet. Ez azt hiszi, hogy izé, Székesfehérvári moziba ül. Úgy döbbörögteti. Na. Ide rakom a tetszik. Én csak így bele szórogatom gyorsan. És akkor a végén úgyis össze fogom keverni sóval, és akkor mehet is be a sütőbe. Remélem elég lesz a krumpli. Azért mindenhova jusson a krumpli. Megpróbálom úgy csinálni, mert nem akarok már lemenni a boltba. Ugye én most nagy tepsibe csinálom. Sziasztok, sziasztok mindenkinek! Készül a tepsis krumpli. Ti is amúgy szeretitek? Lesz benne kolozsvári szalonna, házi kolozsvári szalonna, házi angol szalonna, házi kolbász, lesz ebben minden gyereke, ami kell. Tepsis krumplit csinálok. Persze 10 féle szalonnát felsorolsz. Mondom, kolozsvári szalonna, angol szalonna, házi kolbász. Ez milyen 10 fajta? Ez csak 2 fajta. Úristenem. És akkor a lényeg, hogy amikor így összevágom a krumplit, majd úgy is mutatom, szépen melegítek fel zsírt, házi disznó zsírt, ezt szépen lelocsolom, és úgy fogom berakni a sütőbe. De mondom, mindent mutatok, jó? Amit kell. Yeah.
Na, itt van, mutatom is. Itt van, fölvágtam a krumplit, meg van mosva. És ezt szépen most fogom a kis disznózsírt. Házi disznózsír. Itt van házi disznózsír. Még ha le is tudnám venni a tetejét. Pillanat. Igen, le tudtam venni. Itt van házi disznózsír. Perkáltai disznózsír. Szépen rakok a tányérba. Berakom a mikróba, fölmelegítem, hogy elolvadjon. Szépen rá fogom csöpögtetni a krumplira. Csak ilyen finoman. Hogy erre fogom rácsurgatni a házi disznózsírt, a nyers krumplira, és ez ugye majd megy be szépen a sütőbe. Szóljuk, hogy itt emeljem. Elindítom alsó felső sütés, 200 fokon. Még el nem felejtem. Be kell egy kicsit sózni. Így össze kell itt a tepsibe. Jó. Össze kell dolgozni. Ugye már a só az közben pújítja a krumplit. Így szépen eloszlatom, megmosom a kezemet. Megnézem a zsírt. Még egy pici mehet. Oszlatni szépen, mindahova kerüljön krumpli. Szerintem ez már jó is. Itt a házi disznózsír. Szépen így leöntöm a krumplit, és mehet is be a sütőbe, 200 fokon alsó felső sütés. Meglátjátok, milyen jó lesz. Letöröm a terciát. Lemosom a vágódeszkát. Megmostam a kést. Szépen fogok egy tányért, és rászeletelem a elsőnek az angol szalonnát. Itt van, nézzétek, itt az angol szalonna, jó füstölt, nagyon komoly. Egy szelet, két szelet. Három szelet. Szépen bevagdalom. Ha
Látjátok, be van vagdalva szépen. Gyors is, könnyű is. Nem kell itt izélni. Most jön a házi kolozsvári szalonna. Múltkor elrontottam, mert nem házás szalonna, hanem kolozsvári szalonna, úgyhogy elnézést kérek. Kolozsvári szalonna. Itt van. Ebből is vágunk. Nem sajnáljuk, hogy menjen rá egy kis szalonna is, ebből lesznek gyerekek, jó, hogy fel van mosva. Ezeket elrakom. Hú, milyen püstölt illatok vannak itt gyerekek. Ezt is szépen bevágom. Látjátok, ez is be van vágva. Hú, lesznek ám itt nagy izé halózások. És akkor most jöhet a házi kolbász. Itt a jó házi kolbász, gyerekek. Nagyon komoly. És amikor megsülj szépen a krumpli, akkor megy rá szalonna, kolbász. Utána azt is berakom, rásűr, és a végén nyersen a tojást rányomatok egy 6 darabot, és mehet vissza a sütőbe, és kész is. Milyen jó házi puha kolbász. Ebből lesznek ám halózások, gyerekek. Itt van, fölvágtam mindent, szalonna, angol szalonna, kolozsvári szalonna, házi kolbász. Amúgy Roni, miért kell közben kiadni hangokat? Hát meg közben mondom. Ha most a kukán vagyok, akkor meg az a baj. Hogy milyen hangokról beszélsz amúgy. Nem ezt így itt rakom. Fura hangokat adsz ki. Lehet földön kívüli vagyok, nem? Hát ja. Pillanat. Mi van?
Ja. Sajtos pomber. Sajtos pomber. Arra mennyi? Hát csak zavarnának a főzésbe. Na itt is vagyok. Te már csak tudod. Papucs van a lábadon? Így van. Nagy izé, fekete papucs. Hát még mezétláb legyek itthon? Milyen édességek vannak? Ugyanaz. Snickers, ez az amaz. Köszönöm szépen. Tepsis krumplit csinálok. Jó, házi kolozsvári szalonnával, házi kolbásszal, házi angol szalonnal. Most raktam be a sütőbe a krumplit, felkarikázott krumplit, megsózottan, házi disznózsírrel leöntve. Ja, azóta nem vettünk édességet. Gyere közelebb. Vagy közelítsek magamra? Nem tudok magamra közelíteni. Na, így jó. Olyan, mint a tenger, igen. Nekem ilyen égkék szemem van. Pont mondta a Timi, hogy ilyen szó, milyen szép gyereke, közös gyerekünk lenne. Barna bőr, kék szem. Hát mondom, ja, jó lenne, de nem lesz. Ugye nem kell közös gyerek. Neki is van, nekem is van, közös meg nem kell. El vagyunk mi így ketten. Még a két kutya is sok némelkó. Köszönöm szépen. Meg erre a mai világra szüljön az, akinek még nincsen. De még az se szüljön. Amúgy. Mert hova? Mire? Erre a szar világra? Fölösleges. Fölösleges. Meg felborítaná az életünket. A gyerek. És ez 95%-ban igaz, mert nagyon sok ismerősöm, nagyon-nagyon sok ismerősöm, dútaláv, barátnőjével, feleségével, közös gyerek, ahogy megszületett a gyerek, fokozatosan amortizálódtak lefele, és szétmentek. És szétmennek az emberek, ahogy megszületik a gyerek, egy-két hét, egy-két év, három év, az csácsumi, vagy a nő nem kívánja már palit, vagy a pali unja meg a nőt. Na, én ezt nem akarom meg a Timi se. Nekünk ezért nem kell gyerek. Meg már ő már alapból nem bírná szerintem kihordani a gyereket, mert neki arabból csavarozva van a gerince. Ugye már neki volt régen nagy autóbalesete, neki ilyen jó, ilyen 25 centisen csavarozva van a gerince. Jó a krumpli? Hát még nem, mert csak most raktam be. Lehet velem nyugodtan vitatkozni, hogy ez nem így van, meg stb., de gyerekek, akinek nincs gyereke, szüljön az. De ötször, százszor gondolja meg, hogy kinek szül, mire szül. Ne arra szüljetek, hogy felveszitek ezt a csokkot, vagy mi a hülyeség ez a... Nem tudom, mit szoktak kapni a baba után, meg ilyen izé. Ne ezért csináljatok gyereket! Azért fölösleges.
Hát így van. Erre a világra, gyerekek. Örül az ember, ha megél. Megmondom. Az szüljön, akinek nincs gyereke. Valamelyik nap néztem a Facebookon, gyerekek. Nagyon durva volt. Nagyon durva volt. A csaj, ő egy gyereket hordott ki, a többi az mind ilyen, tudjátok, mi, amikor felfogadnak ilyen izékat, hogy ők hordják ki a gyereket. Most vannak 22-nél, 22 gyereke van, és azt mondta, 100-ig meg nem akarnak megállni. Most van 22 kisbabája, és ne, hát ez a béranya. Na, ilyen béranyákat bérel föl, nagy lóvékat fizet, hogy kiszülje a gyereket, csak nem tudom, ilyenkor a férje toszogassa meg amúgy ezeket a béranyákat, vagy én nem tudom. Na mindegy, 22 kisbaba van már, és ő így írta a csajhoz, 100-ig meg se akarnak állni. Na most akkor... Jó, hát a... tudja fizetni a béranyákat, akkor van, biztos van ott lóvé, mert eddig azt hiszem, ha jól olvastam, 50 vagy 60 milliót fizetett. Hát de akkor is, gyerekek, hát ez is egy betegség amúgy. Én nekem az ilyen ember az betegség. Ha már ő szült egyet, akkor oké, hogy én elhiszem, hogy nem akar, hát már mondom, most van 22 gyereke, és nem akar megállni 100-ig, de na, azokat fel kell nevelni, el kell tartani. Hasonló. Meg azért 100 gyereket azért ízét már meg a nevét, jegyezd már meg, hogy kinek mi a neve. Képzeld, egy asztalhoz ül 100 gyerek. 100 éhes 100 gyerekek. És akkor kiabálja mindegyiknek. Ez, az, amaz, emez, nem tudja már neveket, mert összekeveredik majd. Hogy lehet elosz a két csoportba őket. Külön ruhát fog nekik a izéni. Mondjuk az egyik csapat lesz, 50 gyerek lesz zöldbe, a másik 50 meg pirosba. És akkor mondja, hogy jó, akkor zöldek gyertek enni, jó, megebédeltetek, akkor gyertek pirosak, most ti ebédeltek. Nem tudom, fogalmam sincs, de úgy ez betegség, ez is, na mindegy. Hát persze, nem, hogy 22, 2 is sok. Ja, én nem foglalkozok az ilyen lányoknak és fiúknak, ugyan a nevük csak két. Meg ez ennyi amúgy. Azért mondom, hogy mondom, akinek nincs gyereke, az szüljön. Oké, valaki csak egy gyereke szül, de ugye annak az egynek kell testvér is. De amikor már valakinek folyamatosan csak azért szül, hogy családi pótlékot kapjon, vagy babaváról, vagy ilyen izé, azért ne szüljön. Mert utána meg ott végzi mindegyik izé. Amarra. Mert nem tudja eltartani. Hány ilyen ismerősöm van? Szülték sorba a gyereket, az mind izé. Nevelőszülőknél volt. Vagy van. Na mindegy. Kajálásra koncentráljunk, hagyjuk ezt a baba hülyeséget. Úgyhogy megvárom, hogy megsüljön, vagy valamit csinálni ez a krumplimát. Kell, hogy süljön. Gyere rám, kolbász! Gyere rám, angol szalonna! Gyere rám, kolozsvári szalonna! Most ne gyere tejföl, mert nincs, az nem is kell. Ja. Itt nem volt jégeső, itt csak sima esett az eső, most elkezdett százágra sütni a nap. Te fogytál? Ha lehet, fogytam. És azt mondjátok, hogy dagadt vagyok. Hol vagyok, dagadt gyerekek? Hol vagyok én 160 kiló? Nézzétek már meg, be sincs húzva a hasam. De be sincs húzva a hasam. Na, az azt mondják, hogy 150 meg 160 kilós koca vagyok, dagadt vagyok.
Úgyhogy várom a krumplit, közben írjatok, mert beolvasom az olyat, amit be kell, hogy olvasok, de amit úgy akarok, azt úgyse fogom beolvasni, olyan írtok. Csak ugye megvárom a komplikát, hogy kicsit megsüljön. Azért mondom, hogy nem vagyok kövér. 122,5 vagyok. És nem vagyok dagadt, mert egy dagadt ember nem itt kezdődik. Amikor a combjuk egyben van a másikkal. Meg olyan, hogy nem tud menni. Meg három hasa van neki. Meg az izét nem látja a tökét. Hát persze. Ezt szeret, most de nehogy félreértsétek. Egy nő nem az izékat szeretik, az ilyeneket. Nem az ilyeneket szeretik. Az ilyen palikat, hogy ráfúsz a szelszál, mint az izé, a lepkefing. Hanem az ilyen, 100-105-110 kilós, nem is dagadt, kis mackós, elfekszik itt a hason, stb. Árnyékba a feje, nyáron. Nem? Azért mondom, hogy félreértsétek. Ne keverjétek már össze a szezont a fazonnal. Direkt kijelentettem, nehogy félreértsétek. És én megmondom nektek a frankót, én 14 éve boldog házasságban élek a Timivel. Ó, persze nálunk is szokott lenni egy-két veszekedés, kiné nincsen, de ez egy egészséges veszekedés. De én megmondom nektek a frankót, 14 év alatt egyszer nem csalt meg, én 14 év alatt egyszer nem csaltam meg. Értitek? És mindenkinek ilyen párkapcsolatot kívánok. És ezt tiszta szívből mondom. Nekünk hála jó Istennek, kiegyensúlyozott az életünk. Ha valami nem tetszik nekem, megmondom a Timinek. Ha neki valami nem tetszik, megmondja nekem. Mi nem süpörjük a szőnyeg alá itt a dolgokat. Mi nagyon sok kapcsolatban az emberek. Én megmondom nektek a frankót, hogy most lehet csúnyán fogom mondani, fiatal vagyok, szép arcú vagyok, nem vagyok dagadt, bármikor találok a tíz ujjamra nőt, Timi bármikor talál a tíz ujjára férfit, de nem kell, gyerekek, nem kell, neki se, nekem se. És én pont ezt szoktam neki mondani, hogy mondom, elém áll a tíz mesztelen nő, vagy tíz bombázó nő, akkor se kellene semmelyik. És nem vagyok frigid, nem vagyok homoszexuális, meg ilyen izék, hanem akit én szeretek, akkor nem csalom meg. Azt ad, hogy beszélget az ember, az csak egy dolog. Hűséget fogadtam, nem vakságot. Ha megyünk az utcán, ugyanúgy ő is megnézi a férfit, a nőt. Én is ugyanúgy megnézem a férfit, a nőt. Az alakját, a ruházatát, és ennyi, pont. És akkor kettőnk között meg elmondjuk a véleményét, hogy na, Dika izé csücsöri szájú, vagy Dika izé mekkora fara van, vagy izé milyen feje volt, vagy akármi, értitek? Rövünk egyet, aztán ennyi, kéz. Voltam, mentünk át a zebrán, én nekem van egy ilyen kis beütésem, hát nem beütésem, hanem ilyen, én ilyen mosolygós, viccelődő, rögős ember, pali vagyok, és voltam, hogy jött velem szembe a csaj, és kinevettem. Kajakból kinevettem. Nem azért nevettem ki, hanem olyan feje volt neki, hogy ránéztem, és valami elkapott a rögés. De ez csávóknál is ugyanígy van, hogy mondjuk a menésén kezdtem el röhögni, vagy mondjuk a haján kezdtem el röhögni, meg ilyen hasonló, ilyen kis apróságok van. Úgyhogy ja. De még egyszer mondom, mindenki
foglalkozzon a saját dolgával. Azt hát, hogy a Timi hol van, mit csinál, szerintem semmi közötök hozzá. Neki így jó, és kész. Itt nekem kell eldönteni, hogy jó vagy rossz. Nem nektek kell eldönteni. Mindenki foglalkozzon a saját életével, hogy ki mit dolgozik, miből eszik, miből keresi a kenyerét. Ne mással foglalkozzatok, ezt százszor elmondtam, én is, meg a Timi is. És most mi van? Láttátok a pucérképét? Hány pucérnőt mutassak itt TikTokon? Hányat mutassak? Vagy ezen az oldalon van, és hány nő van azon az oldalon, bazd meg, akik itt TikTokoznak? Százmilliót tudok mondani. És mind ismerősöm, és még lehet, van is itt bent a live-on olyan, aki ugyanazon az oldalon van fönn. És nem csak nőbe, férfiba is. Jaj, Istenem. Ti még mindig a múltba éltek. Kicsit előrefele nézzetek, jó? Meg elsőnek magatok körül sepregessetek, és utána lehet a másikkal foglalkozni. Így, csók nektek. Hát de most nem, hát komolyan mondom. De a Tim is annyit szokott röhögni az embereken, a nézőkön, tisztelet a kivétel, hogy mindig az ő izéjában vannak elfoglalva. Sájával. Mindig az övéjében van elfoglalva mindenki. Ezt is százszor elmondta a Timi. Vannak a transzik, vannak a melegek, vannak a kákák, meg vannak az erotikus masszőrök. A Timi az erotikus masszőr. És ezt cikkbe is leírták. De ha kell, meg is mutatom nektek. És ez már körülbelül 10 éve is cikkbe volt. De megmutatom nektek, hogy elhiggyétek. Esküszöm, megmutatom nektek, hogy elhiggyétek. Nem szoktam... Várjatok. Megmutatom, hogy ti olyan nagy izébe vagytok tévedésbe, gyerekek, hogy figyeljétek. Megmutatom, mert tényleg megmutatom. Ahova nagyon kevés ember kerül bele, figyeljétek. Látjátok ezt? Sztár limonádé. Amikor Timi a mulatósba volt már sztár limonádéba, nem az X-faktor, mert még az X-faktor a közelébe se volt, ő már énekes volt, mulatós énekes, és sztár limonádéba is benne volt, ahol a sztárok vannak, de meg is mutatom nektek. És ott is felvállalta, hogy ő erotikus masszőr. És ti ezen vagytok kiakadva állandóan. Azt a mindenit! Nézzétek! Azt nézzétek! Sztár limonádé, és ezt mikor adták ki? Mindjárt mondom. 2017. szeptember. Még az X-faktor sehol nem volt, és nézzétek! Nézzétek! Azt a mindenit! És itt van. Látjátok? Már akkor se tagadta. Miről beszéltek? Ott van. Bevállaltam, mulatos énekesnő, erotikus masszőrnő vagyok. Azt a mindenit! Azt a mindenit! És látod? Sztár limonádéba, sztár limonra, sztárok vannak, gyerekek. Amikor sztár valaki, már a Timi már 7 éve nyomta a mulatost, Muzsika TV-től kezdve mindenhol, gyerekek, annyi fellépése volt, hogy beszarnátok, behugyoznátok. Csak sajnos az X-faktor kijátszotta, és azóta nincsen neki fellépése. Annyi, hogy hírnevet adtak neki, hogy Loka Pantera balhézott, eldobta a mikrofont, és pont ennyi. És azóta a szervezők nem hívják, inkább elhívják ezt a zsíros mangolica Varga Irénkét, de már az sem, mert már egy lerágott csont lett.
És pont az egyik ismerősöm írta ki Facebookon, ja, figyeljétek, azt a blikk, azt a, itt a blikk is, azt a mindenit. Ha, azt nézzétek, látjátok? A blikkben is benne volt. A Timi vitte el a 2019-es X-faktort. Ő nyerte meg. Már az elején ő nyerte meg. Nézzétek meg, akik tovább jutottak, hol vannak, a nevüket nem tudják. Nézzétek meg, akik megnyerték, hol vannak, a nevüket nem tudják. Loka Pantera? Megkérdezett, ki a Loka Pantera? Egyből tudják, ki ez a Loka Pantera. Nézzétek! És hiába juttok be a táborba, a székekig, az élősóba, a kutya nem fogja ismerni a neveteket, mert ez így van megírva az X-faktornak, hogy nem kaptok egy deka reklámot. Nézzétek, Loka Pantera olyan reklámot kapott, durrant az egész világ. Miről beszéltek? És mai napig, akárhova elmegyünk bulizni, vagy valami ceremóniára, jönnek oda fotózkodni folyamatosan. Múltkor elmentünk Gáspár Laci koncertre, Gáspár Laci fenn volt, mi nem voltunk, mert ugye elmentünk, megnéztük barátokkal, folyamatosan jöttek oda a magyartól, a cigánytól kezdve, mindenki jött oda fotózkodni a Timivel. Nem voltunk Tason, ugye Jolly Suzy volt, vagy Jolly nem volt ott, csak a Suzy. A Suzy benne a sátorba adta a fotókat, az autogramokat, Timi meg a nagy tömegbe álltak sorba a Timihez. Miről beszélünk? Aki meg nem tudja ezt a sztorit, az hülyeséget meg ne írjon be. Mert a hülyeségből nagyon sok van. És tudjátok, milyenek az emberek. Valaki valamit elkezd, és terjed, mint a futótűz. A hülyeség. De aki nem tudja, hogy mi volt, mi történt, mi van, az hülyeséget ne írjon be, köszönöm szépen. Mert a hülyeségből már tele van a plafon. Amúgy. Közben nézem a krumplitos hűle. Úgy addig ide kicsapom nektek. De tudom, hogy nem értik meg. Szia, Niki. Tudom, hogy nem értik meg, mert az a baj, hogy szoktam mondani, hogy aki rossz kommentet ír be, az azért ír be rossz kommentet, mert a saját életében nincs megelégedve, vagy nem tud mit tenni, vagy nem olyan a háttere, vagy úgy viselkednek a szülei vele, hogy sehogy, mert leszarják, meg ilyen hasonlók, és azt ide akarja kisugározni nektek, meg én nekem. Értitek? Mert amúgy észre szoktam venni, hogy a nézők is el szoktak kezdeni veszekedni az élőkbe. Meg ugye szoktam nézni élő videókat itt TikTokon, élő live-okat, és gyerekek, csak a veszekedés. Az megy, csak a veszekedés. Veszekednek egymással az emberek. Ez a TikTok már sajnos nem arról szól, hogy elkezdődött a TikTok. Ez már nem arról szól. Itt kibeszélik egymást az emberek. Köszönjük szépen, Niki, jól vagyunk. Épp csinálom a tepsis krumplit, most pont a krumpli van bent, megsózva, leöntve, felmelegített házi sertészsírra. Kicsit megsütöm, házi kolozsvári szalonnát rakok rá utána, házi angol szalonnát, házi füstölt kolbászt. Berakom, megsül, utána nyersen 6 tojást ráütök vissza a sütőbe, rásül az is, és kész is a kaja. Gyerekek, nagyon sok szegény ember van. Még egyszer, ahogy tegnap is elmondtam, mi szoktunk segíteni embereken.
Saját hülyén fogom mondani, el fogtok ítélni, de nem hiszem. Rajtunk ki segített? Hány szó segített rajtunk valaki? A 10 ujjamon nem tudom megszámolni. Egyszer sem. Mi is voltunk szarba, mi is voltan, hogy nélkülöztünk. Voltan 3-4 napig nem ettünk. Gyerekek, egy szelet kenyeret nem adtak nekünk. Akkor innétől kezdve, hogy tegnap is mondtam, vagy tegnap előtt a live-ba, mindenki menjen el dolgozni, mindenki úgy keresi a pénzt, ahogy szeretné, és ennyi. Mindenkinek ott van két keze, két lába, ha férfi, elmegy dolgozni. Ha meg nő, akkor van keze, van cidaszája, van picsája, és akkor kell csinálni. Nem siránkozni kell, mert amúgy azt vettem észre, nagyon sokan siránkoznak. Mi siránkozunk? Nem siránkozunk. Csináljuk a dolgunkat. Megyünk, jövünk, csináljuk a pénzeket, jókat eszünk, iszunk, hát többi meg nem érdekel, gyerekek. Többi meg nem érdekel. Ennyi. Hát én is odaadom az utolsó kaját bárkinek. De hány szegény ember van? Akkor most minden szegénynek adjam oda az utolsó kajámat? Elsősorban, jegyezzétek meg, elsősorban mindig nektek legyen, és ha marad, akkor talán adtok. Mondom, mi is nélkülöztünk. Voltan, hogy utcán voltunk a Timivel, régen. Helyet nem adtak, enni nem adtak. Hol voltak a családtagok, hol voltak a barátok, hol voltak az ismerősök, sehol senki, gyerekek. Mindent magunk építettünk föl ketten a Timivel. Segítség nélkül. A karrierjét is. Abba se segített senki. Csak tanácsokat adtak, tanácshoz tele van a padlás. Semmivel nem támogattak minket, semmivel nem segítettek. És nézzétek, itt vagyunk. Hónapról hónapra élünk, nem napról napra. Megvan mindenünk, kocsi, lakás, nem éhezünk, ki tudjuk fizetni a rezsit, élünk, el vagyunk, jól vagyunk, jó a kapcsolatunk, már 14 éve, kell ennél több, gyerekek? Nem. És mindenki oldja meg a saját gondja, baját, ahogy akarja. Nekem ez a véleményem. Hát így van, Niki. Annyi munka lehetőség van, csak nem akarnak elmenni az emberek dolgozni. Na, büdös a munka nekik. Én nekem nem büdös a munka. Én dolgoztam 14 éves korom óta egészen idáig. Hát persze, hogy már nem dolgozok, mert én az eszemmel dolgozok. Én lenyomtam azért hosszú, több mint 10 évet építőiparba, gyerekek. Kömüves a szakmám. Abba dolgoztam. Segédként kezdtem, 14 évesen, leraktam rendesen a 4 éves iskolát, szakmunkás bizonyítvány, 4-es az átlagom, köművesként. Rengeteget dolgoztam, gyerekek. És nem csak építőiparban, az mellett dolgoztam ablakosoknál, dolgoztam malomba, mint lezsákoló, az 50 kilós lisztes zsákokkal futottam. Igen, hasonló dolgok. Én is tudnák mesélni nagyon sok mindent. De nem mesélek, és tudjátok miért? Mert nincs értelme. Mindenki úgy él meg, abból él, az dolgozik, amit ő akar, amiből tud. Ennyi. Aki okos, az ebben keresi a pénzt. Nem kétkezű munkával. Magyarba is, romába is. Nézd meg, tisztelet a kivétel. Nézzétek meg, hány roma dolgozik, hány roma nem dolgozik. Aki dolgozik roma, az ő közmunkán dolgozik, aki meg nem dolgozik, az meg tele van milliómos. Miből milliómos? Nem a kétkezi munkából, az eszéből. Ennyi, gyerekek! Nincs miről beszélni. Ennyi. Ebből élnek. Ebből.
És van romába is, meg magyarba is. Nem a kétkezű három műszak, hanem ebből. És tele vannak. Így áll náluk a 20.000-es, 10.000-es. Én nem áll úgy, nem áll úgy, hála jó Istennek, nem is kell, hogy álljon úgy. Nekem az a lényeg, minden nap meglegyen a cigi, kaján, ki tudjam fizetni a lakást, a rezsit, meg tudjunk élni. Kész, pont, ennyi. De tudjátok, nagy pénz, nagy gond. Többet idegeskednek, akinek van, tele van pénzzel, mint én. Te van-e foglalkozzá, hogy én panelba lakok? Nekem van olyan vállalkozó ismerősöm, hogy Mustangja van. Van kettő Mustangja, és panellakásban lakik. Azt a mindenit. És nagy vállalkozása van neki. Azt a mindenit. És van két Mustang kocsia. És panelban lakik. És akkor mi van? Mi? Aki vállalkozó, tele van pénzzel, családi házba kell lakni, villába kell lakni. Nem is értelek titeket. Házunkban is van hány vállalkozó gyerekek. És panelban laknak. Szóval van Jeepjüktől kezdve minden, és panelban laknak. Ahhoz nem kell a családi házba lakni, ti ideggyógyászati hülye emberek. Ahhoz nem kell a családi házba lakni. Értitek? Aki meg családi házba lakik, az meg most fogja megszívni a nagy brokeszt. Mert nem 50-60-70 ezeret fizet ki, vagy kifizet 120-200 ezeret. És jó panelba lakni? Nem mondtam, hogy nem jó. Én is laknák családi házba. Hagyjál már békén, Roland! De engem nem érdekel, ott vagy bent a kutyákkal, nézzétek a tévét, engem hagyjál főzni, jó? Állandóan, Roland. Ott van ő bent, de Roland. Istenem, bazd meg. Komolyan mondom. Már várom, hogy megsüljön, mert ugye ez a live, ez megy fő YouTube csatornára. Csak ugye, jó, lelevel megsülne, a krumpli. Azt várom, hogy már rá tudjam rakni a jó szalonnákat, minden. Azután már kész lesz, utána még a tojásokat így nyersen ráizérom, rátöröm vissza a sütőbe, az pár már kész is. Mert ugye ennek is van egy sós íze, hogy nem is sóztam annyira túl a krumplit. Hát így van, meg azok is most cumiznek, akik felvették a babavárót. Azok is most cumiznak. Nagy lendülette. Hú! Babaváró! 10 millió! 15 millió! Azt vissza kell fizetni. 70 milliót! Bum! Jól megszopatták a magyar családosokat. Vegyétek föl a babavárót. Bum! 60-70 milliót kell visszafizetnetek. Ez nagy örömmel. Tudom, már sok ismerősöm így csinált. Babaváró! Egyből lakásújítás, 9 millióé, stb. Most meg így csinálnak a... Hú, bazd meg. Baba, várom. Vissza kell fizetnem 70 milliót. 10 millió helyett. De most nem, most nincs igazam? Hú, bazd meg, holnap mit fogunk enni? Bazd meg, elveszik a lakás. Bazd meg, most újítottuk föl. Most vettünk lakáshitelt föl. Miből fizetem ki? Hogy fizetem vissza a 70 milliót? Sehogy, bazd meg. Minek vetted föl? Nem lesz desszert. Hagyjatok már desszert, már unom már a desszertet. Minden nap sütemény volt. Ahogy értitek, mit mondok. Amúgy ezt csinálja nagyon sok ember. De ne kérdezzél már föl, légy szíves, mert nem, kész, pont. Ne kérdezzél föl, köszönöm. Én se kérdezek föl senkit. Mert hogy azért mondom, hogy
meg ilyen hasonló dolgok. Na. Jó lenne már valamit. Meg kell néznem a villából. Valami készül-e már, vagy valami. Ez már jó lesz, gyerekek. Ide kirakom, erre rakom rá a tepsit. Itt van, nézzétek meg. Igen, már fuka. Szépen megy rá a kis szalonkák. Ide is rakunk, oda is rakunk, mindenhova rakunk. Hú, de jó fog kinézni, gyerekek. Figyeljétek. És most jön rá még csak a kolbász. Kicsit közelebb viszem, hogy lássátok. Most jön rá a házi kolbász. Hú, már folyik a nyálam, gyerekek, már kezdek éhes lenni. A ma még szinte nem is ettünk semmit. Szóval akkor gyorsan összedobok egy ilyen tepsis krumplit. Mindenhova rakunk. Nem sajnáljuk, gyerekek, nem sajnáljuk itt a kolbászokat. Ide is, szalonna közé is. Na nézzétek. És szépen megy be most vissza a sütőbe. Remélem látjátok. Szépen most megsül. Jó fog kinézni. Főtojás nem szoktál rárakni? Nem főtojás, ez nem rakott krumpli, kérlek szépen, ez tepsis krumpli. A főtojás helyett nyersen fogom beleütni a tojást, és úgy fogom visszarakni a sütőbe. Na majd meglátjátok. Ezt egy nézőm küldte át valamelyik nap, egy YouTube nézőm, hogy csináljuk meg. Ő is itt TikTokon látta, úgyhogy most azt az ételt fogom elkészíteni, ezt a tepsis krumplit, így, ahogy a videóban is volt. A Loka Pantera az nézi a filmet, nem van a szobában, nézi a filmet, kutyákkal, Daisyvel meg a Milóval, de hallom közben, hogy kiabált, mert rosszalkodik a Miló. Úgyhogy, ja. Kéne innom valamit, mert szomjas vagyok. Nem kapok a pokboltba most izét, zöld ájszteját. Azt most sajnos ezt a Naturakvát, Teodórát kell innom. Csokromica néni. Ilonka néni. Nem akart lakásbemutatót tartani? Nem. Még mutassam meg. Menj fel a YouTube-ra, írd, hogy Loka Pantera. Vannak ott olyan videók, ahol látszik a szoba. Milo rosszabb, mint a Daisy? Hát mind a kettő. Mind a kettő rossz. De a Milo az, ugye ő még csak 8 hónapos lesz.
csak most kezd vihusodni, azt egyszerre ittunk. Úgyhogy, ja. Nincs egy olyan nap, hogy ne kelljen őket elpicsáznom a papucsommal. Köszönjük szépen, Ilonka néni, jó vagyunk, el vagyunk, nemrég értünk haza. Gyorsan összedobok egy tepsis krumplit. Ez egyik nézőnk küldött egy TikTok videót, hogy csináljuk meg. Timi azt közben filmezik, mozizgat magának bent a házi mozin. Ugye néz valami filmet, valami rettegésháza, vagy én nem tudom micsodát néz. Mennyi volt legalább, mi ez mennyi volt, legtöbb pénz, ami a kezedben volt? Kérlek szépen 8 millió 2, amikor eladtuk Dunajvárosba a panel lakást. 8 millió 2, és 8 millió 2-t fogtam, az így a, így a szobába, így. Feldobtam sok 10 000-es meg 20 000-est. Nekem annyi volt a legtöbb pénz a kezemben, 8 millió 2. Köszönjük szépen, mi is üdvözöljük, puszíjuk, Ilonka néni, vigyázzon magára. Hát de gyerekek, már most minek több? Most aki tele van pénze, az nem fogja mutogatni a pénzt, meg dobálgatni. Nekem összvíz, ami a legtöbb a kezemben volt, az 8 millió 2 volt KP-ba. Ennyi. És mennyit láttál már egybe? A sokat láttam. Amikor kiraktak elém 4 utazótáska kötek 20 000-est. Abban volt egy pár millió. Egy ilyen 100-150 millió biztos volt. Ja. De az még régen volt. Az még a 90-es években volt. Akkor más volt minden. Akkor volt minden. Pénz, nő. Minden. Ami kell. Csak ugye változik az ember. Én is megváltoztam. Jó útra tértem. És ennyi. Hát tudjátok, az embernek meg kell, hogy térjen az Úr felé. Úgyhogy, ja. Jaj. És még nem is ettem. De már jön a puki. A puki. Jön a puki. Mint a kisgyerekek. Apu. Sokat mozottál az éjszakában, vagy voltak ismerősök, akik benne voltak. Mindkettő. Mindkettő, de én erről nem akarok részletezni, mert nincs mit. Az a múlt. Jó múlt korában, figyeljétek, szel kell, hogy ezért meséljem. 1000 éve nem is, szinte csak egy látásból ismertem a csávót, Dunajvárosból. Hív Messengeren. Ki a faszom ezt? Nézem. Nem vettem föl. Szírt, írt ugye Messengeren szó. Szava, Zsubi, figyeld már! Tudsz nekem izé szerezni izét? Mert szó, mert te nagyon benne voltál meg izé. Mondom, te valakivel összekeversz. Hát ez az te vagy a Zsubiról, nem? Hát mondom én? Igen. Hát nem emlékszel rá? Mondom nem. Mondom, csak látásból. Mondom, ide figyelj. Mondom, 100 éve nem lakok Dunajvárosba, meg 100 éve nem csinálok már semmi olyan dolgot. És 1000 év után megkeres, hogy nem tudsz üzenni. Nem, basz meg, hát honnét? Úristenem. Meg se voltam, meg se mertem volna a helyébe kérdezni. Úgyhogy ja,
Hát közben nézem itt a dolgokat, hogy... de jó sűr, szalonna, kolbász, azt milyen füstölt illatok jönnek ki. Atya világ, nagyon kemény lesz. Ja, pont telefonom, messengerem. Egyből fogtam, azt le is tiltottam, mondom, atya világ, mondom, milyen emberek ezek. Ja, mert igen, mert neked is 37, meg ugye nekem is 37. Az kemény? Ami Amanda. Miért nem írod oda Subi Amanda? Subi, ami Amanda. Szaszik, hogy a húgom vagy. Pároddal együtt vagytok, persze már 14 éve. Tintintiriti. Süljé már te meg, bazd meg! Süljé szalonna! Süljé kolbász! Gyere rám utána! Hagyj egyek, mert már éhes vagyok. Jó, zsizéva, savanyúsággal, vegyes vágotta. Nem lesz már kocsiban ebbős videó, de majd lesz. Rakott krumpli lesz? Nem, tepsis krumpli. Pesti vagy? Nem, székesfehérvári. De amúgy ezt nem értem, sokan azt hiszik, hogy budapestiek vagyunk, de ahogy is székesfehérváriak vagyunk. Dunajvárosiak voltunk, ugye ott is születtem, ugye a Timi az Ózdon született, de ő csak ott született, de amúgy ő is Dunajvárosban nőtt föl. Én ugye Dunajvárosban születtem, ott is nőttem fel, úgyhogy felnőttünk, és elköltöztünk. Amikor már ugye együtt voltam a Timivel. Hát már lassan, hát már 9 éve van, hogy Fehérvárról lakunk. Gyere rám, Subi! Mennék én mindenhova, csak nézzétek! Hűséges vagyok. Nincs esély. Ja. Nézzük közben, hogy süle itt a dolog. Ez csak gyűrű. Így van, ez csak egy gyűrű. Ez egy házassági gyűrű. Ezt 2012 óta nem vettem le egyszer az ujjamról. Figyeljétek. De látszik is. Figyeljétek. Ha. 12 éve nem vettem le, 13 éve. Azt nézzétek, hogy bele van izéva, tapadva. Látjátok? Én ebbe dolgoztam, építőiparban, minden gyerekek. Persze. Csak az egészség. Tele lime-mal, citrommal. Most gyerekek, most tegnap néztem itt TikTokon egy csávót, egy nagy viszkis. Viszkiket ő iszogat, meg árul, meg vesz, meg izé. Most így nem tudom, bekövettem, tegnap néztem este a live-ját. Olyan viszkiket mutatott gyerekek, hogy én egyből le is ízék nincset voltam, majd veszek én is. Ilyen rumos viszki volt, és én is meg akarom majd csinálni. Csavart bele lime-ot, és kólával felöntötte jéggel. Bám, bum. Meg egy párat leizét, amúgy milyen, majd akarok én is venni ilyen egy-két ilyen viszkit, amúgy szeretem én ilyen különleges dolgokat. Nem ízét bebaszni, csak így kóstolgatni, meg ilyen hasonló dolgokat. Az enyém rám se jön, mióta születtem két gyereket. Szia, Szilvi! Hát igen, mondom, én ezt lassan 14 éve nem vettem le a házassági gyűrűt. Hát de nézzétek is. Látszik is, hogy
Az egy darabig. Azt nézzétek. Rendesen, ezért megy így az ember, a szelakad benne. Szia, Szilvi! Mi a helyzet? Épp csinálom a tepsis krumplit. Jó, füstölt angolszal, házi angolszalonnal, házi kolozsvári szalonnal, házi kolbász. De mindjárt mutatom. Figyeljétek, várjatok, hogy kell megfordítanom? Kamera átfordítása, figyeljétek. Ott sül. Ú, milyen illatok jönnek ki, gyerekek. Lesznek ám nagy halózások. Jó, sok lesz már, még megéheztek. Na, mi is nemrég értünk haza, mi meg izénál voltunk. Ugye autószerelőnél pár dolgot még ki kellett cserélni a kis oroszlánunkba, ugye a Peugeotunkba. Onnét mentünk át az Oceanhöz, ugye a Gumiflexbe, ott meg ugye futómű beállítást csináltak, mert kicsit húzott az én felemen jobbra húzott az autó, és ugye a gönfejlett kompletten kicserélve maga gönfejet nem lehetett venni, hanem egybe a izéval együtt ilyen úgy néz ki, mint a bumerang. Egybe kellett 20 ezer, volt csak az az egy szar. Hát így a munkadíja minden együtt 54 ezeret fizettünk, meg ugye izé lett kicserélve, ugye a lámpák, vagyis az égők, ugye a fékbetétet nem kellett, ma az 90%-ban még jó a fékbetét, de amúgy rendelt fékbetétet, ma úgy volt, hogy azt is cseréljük, de nem kell, nem kellett. Mi volt még? Ugye a gyertyák lettek kicserélve, az ennyi. Szóval itt meg átmentünk ugye a futóműt beállítatni, ugye 3D-s futómű beállítás volt, az volt 12 ezer. Ugye 65-be álltunk meg körülbelül. És ez csak a pár dolog, futómű beállítás, egy-két dolog a kocsin, és 65 ezer így elpárolgott. És még nem is ettem. Én csak most fogok enni. És boltba se voltunk, mert volt hiton krumpli, van itthon minden. Na ezt kapjátok össze. Persze lesz videó, ez lesz a videó. Vagyis úgy lesz ez a videó, hogy amikor kész van a kaja, ugye mutatok mindent, majd vissza tudjátok nézni a YouTube oldalon, és ez az egy következő live lesz, ha már kész van minden, és utána jövök vissza majd a kajálással. De ameddig nincs kész a kaja, addig live-ba maradok, mert ugye ez megy föl a Timnek a YouTube oldalára. Írjátok be Loka Pantera, és iratkozzatok fel. Tepsis krumpli. Ez főzős videó, meg közben főzök én, mutattam is, ha esetleg most csatlakoztál, ez a live megy föl a Timnek a csatornájára. Ugye mutattam mindent, hogy mit főzök, mit, hogyan vágom, stb. A Timi az most szerintem lehet bealudt, megkezdett egy filmet nézni. Tepsis krumpli lesz. Ja. Na most mutattam az előbb, de majd mutatom majd. Csak azt várom, hogy megsüljön a szalonna. És utána egybe ráütöm a 6 darab tojást. A 6 darab tojást így nyersen ráütöm vissza a sütőbe. Hol csöpög a csap? Milyen csap csöpög? Úgyhogy... De szeretem így ropogtatni. A lábomat is, a lábujjamat is ki szoktam így ropogtatni amúgy. Milyen illatok, gyerekek, itt a konyhába. Persze, hogy tartom a kapcsolatot. Föl is szokott jönni hozzánk. Petike is föl szokott jönni hozzánk. Ugye csak most ő is ugye sokat dolgozik. Ugye a Christopher az ugye izé. Ugye megkezdte az iskolát. Iskolába jár. Tanulnia kell. Mert nem nekem tanul, nem a mamának tanul. Saját magának tanul.
Szereted a szilvás derejét? Hogy ne szeretném? Szeretem a túros derejét, szilvás dereje, diós nudli, mákos nudli. Szeretem én az ilyeneket, megeszek én mindent, csak finom legyen. Úgy, süljetek, gyere rám szalonna! Úgy de jól néz ki, gyerekek! Nem lesz desszert? Nem. Hova? Egész héten csak sütemények voltak. Már kipukkadok a süteménytől. Gyere rám kolozsvári szalonna! Gyere rám angol szalonna! Gyere rám házi kolbász! Mindjárt jönnek a nagy halózások. Mutassam, hogy mi sül. Kérlek szépen, mit sütsz, kis sütsz. Talán sült hús sütsz, kis sütsz. Jó kis tepsi csumpli, házi kolbász, házi kolozsvári, házi angol szalonna. Van itt minden, gyerekek. Ja, úgyhogy. Egy vissza is állítom. Nézzétek meg, és még mindig milyen szép locsógatva van. A friss menta. Itt nőnek az új növedékek. Á, Istenem. Gyere rám, Teodóra! Balatoni Teodóra! Lesz kereki, nem balatoni. Nagyon jó az illat a gyerekek, de most tényleg. Ugye azért mondom, hogy mindjárt kész van, és mutatom, hogy ráütöm a tojást. Vissza, bemegy a sütőbe, és akkor szépen, amikor kész van, mutatom, és utána jövök a következő live-ba, a kajálós live-ba. Nincs karaj! Nincs gyere rám karaj most! Angol szalonna, kolozsvári szalonna, házi kolbász, házi tyúk tojás, kakuk tojás. A Peugeot kívül melyik kedvenc kocsid? Én meg vagyok elégedve mindegyik autóban. Én most ha izé lenne nekünk Suzuki, akkor Suzuki-t. Én nem vagyok ilyen, hogy csak Peugeot, csak Mercedes, csak BMW, csak Audi. Azokkal több a probléma, higgyétek el nekem. Tudom, már ott van a szerelőn egy full-fullos Audi, és szar. De ennyi, ott áll. Majd meg kell neki csinálni, és azt mondta, hogy hagyjuk inkább. Meg mellett állt egy nagyon komoly Alfa Romeo, azt mondta, inkább hagyjuk. És röhögött. Már tudsz vezetni? Bárkit elvezetek. A saját útján. Gyere rám, Fing! Ez már lecsós volt. Benzinnel megy az autó, nem jogosítványa. Hát így van, azért mondom, a Mercedes, akinek Mercedes-e van, gyerekek, ne, Isten ments, nem akarom leszólni se a Mercedes, mert tényleg szép autó, mert tényleg szép. Én is elfogadnám, de amikor zsebben nyúlós azok az autók, hogy megcsináltatod, és utána jön a másik hiba rajta ki, és nem 50 meg 100 000 forintokat költötök a BMW-kre meg a Mercedes-ekre, hanem otthagytok 500 000, 1 millió forintot.
És még akkor se találják meg a hibát, mert lehet utána pár hónap múlva kijön a másik hiba. Na most értitek? Nekem volt egy ismerősöm, luxus BMW, de úgy képzeljétek, olyan BMW volt, hogy a Timi beült hátra, és nem láttam a Timit. Akkora hodály BMW. Full-full elektronika. Egy ekkora kis pöcök 1 millió forint volt bele. Egy ekkora kis pöcök. Valami csatlakozó. Kiment belőle, ami elektronika, és egy ekkora kis darab valami volt, 1 millió forint. Miről beszélünk? De az full-full kényelmes volt, rendesen belesüppettem az izé, elől így az izéba. Akkor képzeltétek, mekkora BMW volt. Nem, hogy nálatok csöpörög a csap? Itt nem csöpök semmi. Hát most még nincs baja, de majd lehet lesz. Nem kívánom Isten mentsét. De az a baj, hogy az Audi, BMW, Mercedes, az egy komolyabb autóknál mindig előjön a hiba. És utána vihetitek szervízbe, nem szerelőhöz, Mercedes szervízbe, BMW szervízbe, rendes szerelő nem foglalkozik ilyennel. Mert többbe kerül a leves, mint a hús. Persze. Hát nézzétek, hogy mi is megvettük a Ford Ka-t annó idején. 600 ezeret beleköltöttünk, gyerekek. 600 ezeret. Hát kaptam volna egy másik autót. És nem, mert szerettük, azért költöttünk bele. Persze, eladásnál az nem jön vissza az a pénz. Az nem jön, a fele jött csak vissza, mert 350-nél adtuk el. És 350-nél megvettük ezt a Peugeot-t. De most erre is megvettük a Felniket, csak a Felni volt 60 ezer. Csak úgy számolgassunk, 60 ezer a Felni, rágumi 50 ezer, sötétett ablak, meg ami rá lett még költve. Ez el lehetne pikpak ilyen kis apróságokra költeni ám az autóra a pénzt. Persze, ez nem úgy működik, gyerekek. Itt ugye lehet költeni pikpak a pénzt, hogy észre se veszitek, de elmész a boltba, ott is pikpak elköltitek amúgy a pénzt. Értitek? Beszél ezt, kicsi ezt, kicsi azt, mész a pénztárhoz, vagy az önkiszolgálóba, dik, csippan, végösszeg 30 ezer. Dik 30 ezer. Gyere rám 30 ezer. Ha persze. Hát de most miért nem, most nehogy rögjetek. Hát persze. Az a baj, hogy kár, hogy nem lehet közben megállítani a live-ot amúgy. És úgy megy el 30 ezer, hogy nem is vettünk szinte semmit. Így van. Tesóm születésnapjára 100 ezer ment el. Hát akkor az még olcsó volt. Mert csak nálunk egy torta, amikor tortát csináltat nekem a Timi, vagy én a Timinek, az csak a torta 30 ezer. És ez csak egy torta. És nem nagy torta, ez sima kétszintes torta. 30-35 ezer. És ez még szinte a legalja. Csáj, mire papa? Mi a helyzet? Hogy vagy, mit csinálsz? Köszönöm szépen, jól vagyok, épp csinálom a tepsis krumplit. Azt várom, hogy megsüljön, hogy rá tudjam törni a tojásokat.
a tojásokat, nem az én tojásomat, hanem a tojásokat, a, ami ott van a dobozban, a tojás. Mi 17 ezerért vettük a tesómnak a tortát. Hát azért mondom, hogy 10 alatt nem is kaptok tortát. Csak 10-től felfele. Csak 10-től fölfele kapsz tortát. 15-től fölfele kapsz tortát. Ja, ha elmész a Tesco-ba, vesz egy ilyen kész tortát, az is már ilyen, nem is tudom mennyi. Vagy elmész az Ocean-ba, azt vesz egy ilyen valami izé, odavágod a falnak tortát, 6000-é. Nem fogom magamat összeszarni. Már kész a vacsora? Ez nem vacsora, ez még csak ebéd nekem. Uzsonna. Azt várom, hogy izé, mikor lesz már kész. Mert rá kéne ütnöm a tojásokat. A darab tojást. Azt nézzétek a... Kicsit előrébb hozom. Hú, de jó néz ki, gyerekek. Megfordítom rajta a szalonnákat, hogy ez a fele is süljön, tudjátok már. Hú, gyerekek, milyen illatok vannak itt, illatfelhők. Gyere rám, Kolozsvári! Gyere, 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 Kolozsvári szalonna, gyere! Gyerekek, ez... Gyerekek, ez kész lesz. Olyan halózások lesznek, hogy beszarok. Nem, hogy én, ti is. Ti is be fogtok szarni. Gyere rám uzsonna, egybe ebéd vacsorával, kis savanyúsággal. Gyere savanyú, Tesco savanyú, gyere! Hát de most miért nem? Gyere rám kalási izé, só, kalási só. Kalássó. Jódozott görög tengeri só. Gyere nám, Kalási. A cigányok. Kalási. Gyere, Kalási. Kalási só. Tenger só. Meg kéne, mert csináltatom gyerekek lassan a fogamat is, mert ide betudom a szívószálat akasztan, ez így pumpálom befele az üdőt. Nincsen véleményem. Nem bántom azt a nőt, bántja eleget a jóisten. Meg az emberek. Én nem bántom. Én nem szeretem a hasamat, imádom. Imádom a hasamat. Gyere rám, has! Gyere rám! Na bántsátok tényleg azt a nőt, mert így is izé ödémája van neki, meg fáj lába. De azért olyanokat táncol, hogy izé rendes szaltózik, de fáj lába neki. Gyere rám, hasizom! Gyere rám, has kocka! Gyere rám, has kocka! Itt van alatt a kocka. De ez csak nyáron szokott előni, mert itt a tél, és kell fölé a párna. Amúgy alatta van a kocka. Gyere rám, kocka! Gyere rám, dunyha párna!
Én most egy jó kis hajtós tejfölös lángos ennék sósan. Azt én is megenném ott a skálánál. Mert én csak ott teszek. Én csak ott teszek lángos, Niki. Az a legjobb. Fehérváron. Meg elvileg van egy a nagy Tesco-nál. Lángosos, meg azt mondják, az a jó, de én maradok a jó öreg skálás ott az öregasszonynál. Mert még ami még úgy nagyjából jó, amit még a kórháznál van ott egy nő, meg egy fiatal csáv, azt mindig szól a zene, ott a lépcsőnél közvetlen, na az még finom. Nem nagyon vagy éhes, nem? Hát, már kilukad a gyomrom. Gyere rám, kilukad gyomor! Akkor oda, akkor ott nem eszek, de a skálait, az, Dina, az kóstol, az nagyon finom. A vagy a kórháznál, ott van a sürgősségi, ott, hát ott az új résznél, ott közvetlen a lépcsőnél, ott az finom az a lángos, de a legjobb itt a Székesfehérváron, a skálánál. A skálánál, ott a sarkon. Az a legjobb. De hogy kell fél óra, ráraktam izére a légkeverésre. Mindjárt kész van. Fölturboztam légkeverésre, mert ugye nekünk légkeveréses a, ugye a izé, a sütőnk. Azért mondom, de ott is most megemelkedett, nem is tudom, most mennyi a nagy lángos. 1000 forint, hogy mennyi lett? 900 van, mennyi lett? Azt tudom, hogy egy nagy lángos, meg egy kis lángos szoktam 1600 enni. Lesznek olyan kolázások, hogy annyi. Na, azért mondom 960 forint. Meg ugye én kettőt szoktam menni, egy kicsit, meg egy nagyot. Most kérlek szépen épp csinálom a... Kicsit lejjebb veszük a alsó-felső sütésre. Tepsis krumplit csinálok. Ki gondolta volna, hogy nagyot eszel mindig? Nem eszek nagyot, csak egyszer szoktam enni. De akkor rendesen. Hát majd ha kész lesz a kaja, akkor fogok enni. De mondom, mindjárt kész van, mindjárt mutatom nektek, mert már csak a vége van, hogy nyersen a 6 darab tojást rá fogom ütni, megy vissza a sütőbe, felrottyan rajta a tojás, és már kész is. És na, lehet jókat, nem lesz desszert. Nem tudom, még akad a live, fogalmam sincsen. Jaj, mit nyomtam el? Nem tudom, még akad a live. Igen, de valaki ne akad. Most írta az egyik, szerintem az... ami Amanda írhatta nekem, most Messengeren akad a live, mert ugye ő írta be, hogy akad a live, de Messengeren is. De lehet nálad akad, Amanda, szerintem. Mert a Niki írja, hogy nála nem akad. Kinél akad a live, írjátok már be. Nálam nem akad, nálam nem. Nem akad, nekem se, nem akad, jó, oké, tegnap előtt tettem jó kis palacsintát, azt már én is ennék. Van, hoztam anyukámtól. Júj. És csak házi lekvár. Bölcskei házi lekvár. Jó is. Jam. Anyám rakott el egy csomót, azt... meg savanyúságokat, meg ilyeneket, mindig főpakol. Amikor levegyük, mindig főpakol. Lekvártól kezdve, ezért mondom, ágyjál, anyám, mondom, ennyi mindent, mondom, nem esszük. Mondom, kidobni, meg nem akarom. Nem tudja. Gyerünk már, süljé, bazd meg! Gyere rám, süljé!
Nem tudom, Amanda, mennyit bírsz megenni? Én nem sokat eszek. Nem félted az egészséged? Mitől? Egy kis szalonnától, meg egy kis tojástól? Egészséges kaja. Mit kell azon félteni? Nem is értem. Figyeljétek, mindjárt megy rá a tojás, gyerekek. Komoly lesz. Timi tévét néz, igen. Néz valami horrorfilmet, meg közben hallom, veszekszik a kutyákkal közben. Palacsintábó, mennyi megy le? 10 darab? Azt megeszem. 10-et azt megeszem. Simán. Úgy nyelem a palacsintát, mint kacsarnok edli. Túrosból nem szeretek sokat enni, mert az, az nagyon laktatós. Lekvárosat szeretem, kakaósat, túrosat is, minden, mindenfajta palacsintát megeszek, csak finoman. De a 10 az lemegy. Nutellásat nem szeretem, azt a Timi szereti a nutellásat, Amanda. Én kivételesen nutellásat nem eszem meg. Azt mindig mondom a Timinek, hogy csak magadnak csinálja. Én nekem vagy túrósat, vagy lekváros, vagy kakaósat. Vagy diósat csinálja. Ja. Hú, de konga has. Hallgassátok! Hol rendes víz hangzik, már üres. Föl kell, hogy töltsem. Mint az izét, a spice-t. Izéba. Elemógiába, mint a Mici mackó, amikor eszi a mézet. Gyere rám, Kongóhas! Gyere rám, King Kong! King Kong-has! Na, én ezt kiveszem. Ráütöm a tojásokat. Hagyjál már, szerelem! Most mit csináljak vele? Nem az én nyüszi, mert ki akar jönni? Nem kell neki mindegyik pisát megszart. Azt nézzétek. És szépen most ráütöm a tojásokat így nyersen. Nézzétek. Így nyersen rá, rátöröm. És szépen megy vissza a sütőbe. Próbáljátok ki, mert finom lesz. Hat darabot rá is török. Szépen megy vissza a sütőbe. Gyere rám, tojás! Ú, de meleg, bassz meg! És már sül is. Én a tojástartókat nem szoktam tárogatni. Mindig kidobom. Úgyhogy szépen rásül most a tojás, megmutatom, és majd jövök a kajálással utána. Már szoba tiszta, napi kétszer szoktam levinni őket, reggel meg este. Valamikor leviszem délután is, úgy, mint ma is levittem 3 órakor, de amúgy napi kétszer szoktam, reggel meg este. A Daisy-t, ha nem viszem le egész nap, nem vinném le, úgy akarom fogalmazni, nem vinném le egész nap, akkor se szarna húgyozom, mert annyira szoba tiszta. De mindjárt mutatom is, hogy... Ó, de szépen sül! Rárakom légkeverésre.
hadd süljön. Ez most tiszi, ez most ilyen rozis volt. De hogy nem lesz. Két napra csinálom. De azt lehet elfogy, egyedül becsapom. Hát a Daisy-t, ugye a Daisy-t egy évesen kaptuk meg. Így van, egy évesen kaptuk meg, ugye örökbe fogadtuk. Én tanítottam szinte neki mindent meg. Mindent én tanítottam meg neki. A Milo-t meg ugye 5-7-es kor óta mi neveljük. Ugye Daisy is más, meg a Milo is más. És mindig ugye különbséget kell tenni közte, meg a Milo között, mert a Milo is más kép viselkedik, meg a Daisy is másképp viselkedik. Valami meg van engedve a Milo-nak, az a Daisy-nek nem, ami a Daisy-nek van megengedve, az a Milo-nak nem. Na, értitek? Azért mondom, ilyen, ja, rozis volt. Szia-szia! Mindjárt kész van a kaja. Mutatom. Azt utána elköszönök. Elmegyek ki egy cigire. És utána jövök vissza a live-ba. Jókat kajálni, halózni. Annyi, hogy csinálok róla egy képet. Mert ugye ez a live, ez megy föl a Timinek a YouTube csatornájára. Végleg el lett döntve, hogy nem jön vissza Rozi. Ne, ez, a Rozi az most félre van téve. Vissza fog majd egyszer jönni. Nem mondom, hogy végleg nem jön vissza, de biztos vissza fog jönni. Lehet hamarosan. Nem lehet tudni. Semmit nem lehet itt tudni. Egyet gondol a Rozi azt. Azt ja. Ha mindjárt mutatom, mert már kész van, szerintem. Letörlöm itt a terciát. Ugye a deszkára fogom kirakni, de úgyis mutatni fogom. Mert megfordítom majd a kamerát. De szerintem ez már biztos, hogy ez már 100% hogy jó. Le is kapcsolom. Mutatom is nektek, fordítom a kamerát. Azt nézzétek, ilyen lett. Szépen megsülve, ahogy kell. Rajta a tojás. Látjátok, pont amilyennek kell, hogy legyen. Nézzétek, jó szaftos, jó, hú, gyerekek, lesz ám nagy halózás. Azt nézzétek. Az illat, mennyei, gyerekek, mennyei az illat, mennyei. Ott, hogy ilyen lett. Nézzétek meg. Olyannak kell lenni, amilyennek kell, hogy legyen. Azt nézzétek. És szerintem így fogom csinálni a kezdőképet a YouTube-ra, hogy most így látjátok. Úgyhogy hamarosan jövök vissza. Gyere rám, tepsis krumpli! Hamarosan jövök vissza a kajálással. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ezt vissza lehet majd nézni a Loka Pantera YouTube csatornáján, aki esetleg most csatlakozott, vagy nem látta volna. És hogy mit főztem, majd nézzétek. Hogy hamarosan jövök vissza. Sziasztok!